Jó, akkor viszont nagyon boszkó, hogy elnézem. Moszkú, majd kiabál, kérlek. Tessék. Ó. Ha úgy van, akkor a kollégát elviszem ruhaboltba, és akkor megcsináljuk neki a ruhát. Mindenképpen kell. Veletek tart majd brokli, jó? Okés. Akkor ti úgy hárman kérlek menjetek a jobb oldalra. Jobb oldalra, Ja, az a jobb bolt. oldalra. Ah, jó, hát. Igen, hát de nekem jobb, mindig az Igen, én igen. nézetek. Nagyszerű, de akkor visszatek az Exclusion-t. Hát ugye Belgrádó törzsel mesterlet, hülyék el a riótot, vagy a páncélautót inkább. Páncélautóval mehetnek egész nyugodtan. Azzal mehetnek, jó, akkor ti hárman elmentek, mi pedig megyünk a vezetőségivel, szerintem jó? Rendben. Oké, Rendben. okay. Akkor irány dolgozni. Jó Neki. járatozást mindenkinek. John. Jó. 10. Enyém az a nyomós, enyém az Az a igen. nyomós. Napot. Köszönöm. Be. Elmegyünk lemosni az autót, sőt, biztos. Egy kicsit retkes. Már Ja. akartam mondani, hogy jó, akkor ühhez nyugodtan előre. Delgado, kiemelt. Igen. Lehetőleg Émi igazolás LSPD miatt, 15 jó? elmegy a ruhaboltba. 14. Vagyis először a maszkboltba és utána a ruhaboltba. Ja, én vezetek. Hát vezethetek én is. Ó, nekem mindegy igazából. Nekem is. Az oké, okay, rendben. Hallod, tegnap volt a totó szolgálatban. Micsoda? Tényleg? A totó linkon, jaj. Öcsém, rabszállítás előtt vagyunk, itt áll ruhába, aztán elkezd beszélni. Nem volt rajta semmilyen maszk, csak azzal a sapka, ami rajtunk, tudod, van Aha. is isak. És akkor így nézem, ki a faszom az ott? Akkor így megkérdezem, hogy itt a számonja a Totó, Lincoln. Mondom, tisztelettel. Aztán járodoztam vele. Na, egy élő legendával, az igen. Ja, kávé. De menjünk el. Tegnap ide elmentünk együtt. Beszalsz milyen. Találkoztunk akkor a tulajával is, szórakozó helynek. LSPD 21 megkezdte a járda a szolgálatot. 14. 14. Érdekesekkel majd, hát nem tudom, van még bent 250-ünk, ugye be, néztem a széfet, mielőtt eljöttünk. Szállítassunk egy százat, vagy szállítsunk egy százat. Úgyhogy, nem tudom, akkor kellene ezt beszélni az élesesekkel is. Ja, Hát, és 100 szerintem bőven elég. mondjuk szombatra már nem tudjuk elintézni, mert szerintem nem hinném, hogy már most vannak a vezetőségből a városba. Tudja, bár 2 nappal azért be kell jelenteni. Ja.
Hol tűntél? Itt vagyok melletted. Lettem. Aha, most mögötted. Hello. Most látlak, hogy jöle. Oké. Okay. Nagyon brutál amúgy. Aha. Miket fel nem fedezel? Hmm. Ó, tisztelet. Tó mondta, tiszteletem. Jó. Hát jó, Tató mondta, hogy itt nyílt egy új bár. Aztán aha. Pont itt volt a tula is. Sok minden van bent amúgy. Aha. Azt mondja, itt lehet Bloody Maryt venni. Minden is van. Hoppá. Hát nem tetszett, ott volt valami folt. Jó, tetszik, jó kis hely. Ja. Aztán itt lesznek valami bulik, bár kicsit kicsi. Fú, ettől a lépcsőtől már nagyon józik a szemem. Elfelé igen, minden? De amúgy nagyon basszó. Itt egy ATM is. Ó, az jó. Az igen. Hát ne viccelj, fittség van. Aktivizálódás, meg minden ilyesmi. Hallod? Most körbefutom a város kb. Úgy ki vagyok tesizve. Ups. Voltál edzeni? Tessék? Akkor voltál edzeni? Persze. Aha. Ösztönzöm a srácokat is, hogy velünk edzőtelembe. Aztán fél állományom úgy majd csak ki van tesízve. De jó nektek. Na majd beszélek Émivel, hogy menjünk el edzeni. Louis Hansi, megkezdte a szolgálatot, erőt egészséget mindenkinek. Erőt egészséget. Erőt egészséget. Erőt egészséget. Lesz ott lábmunka, meg felső test, meg minden. Értem. Jó. Az Excusion-es csapatot visszakérném a PD-re, és osztátok szét magatokat, kérlek, jó? 10-4, indulunk másodperceken belül. Mindjárt jön még kettő kolléga. Akkor negatív, velük fog menni áldozatni. Gondolom már látták, hogy írják alá a jelétívet. Lehet. Aztán. Gyönyörű szép innen a város. Ajjajjajjaj, már nézegeted a dolgot. Jó, már megvannak. Csak mondom, ha már úgyis erre járunk, akkor már bejövök ide körülnézni, hogy itt mi van. Jó, oké. Okay. Miért van így bója? Épeszkezés. Ja. Ezt volt. Szerintem már hogy 20 éve csinálják. Igen, meg ott ugye jöttünk végig a földes úton, ott is ugye épülnek a felhőkarcolók. De hát mire azok előbb mi az? Elkészülnek? Felesődés üzenet. Szép nézett a hosszasnál, minden tiszta. Izni. Basszom mindenit. Kollégák, elég egy embernek mondani a 10-4-et. Vannak pedig, aki a legnagyobb fokozatban és anyósan ül. Azt hittem most jön egyszerre mindenkitől a 14.
Én be akartam rágyózni, hogy értettem. Deutsch Market-en szembeni publikban fel gyanús gépjármű. 11. Legközelebbi egységet kérnénk a helyszínre. LSPD 15-11-95, Bublik mellett egy szürke kanif. LSPD 10 indul a Deutsche Markthoz. Keressük meg azt a Fordot, vagy mi volt itt az előbb, amelyik kiment, az a narancs szín. Az a baj, azt szerintem elment. Egy gépjármű elhagyta a parkolót, mint egy még ott van. Illetve elbent egy púcsis emberke, itt a sarkon, ott hátul. Most jött vissza valaki a boltból. Elindult a BMW, és utána indulunk felétek megy. Ha úgy van, szállhatsz, tartom. Jó, visszaszálltak, kimenekülni akarnak. Gépreműből próbáljuk meg lefegyverezni őket. Kell erősítés? Negatív. Kiszállni a gépjárműből fel a kezekkel. Jó, van, rendben, nyugalom. Tartom, mehetsz. Fel a járdákra. Hagyják el a gépjárműt, fáradjanak fel a járdára, feltett ezekkel. Megyünk, valam. Van még valaki a gépjárműben? Nincsen, nyugodtan megnézheti. Nézem a csomagtartót. Micsoda? Ki? Ti ketten. Én? Kettő kollega. Üdvözlöm, Amy White. Kadét vagyok, kérvény számom 18-18-as. Szeretném megkérni önt a jogosítványát, okay. Illetve az autónak a forgalmi engedélyét. Még. Amúgy... ide a kerítéshez kérem. Rendben. Közben mondhatja. Amúgy nincs nálam személyét, de a drága kolléganője igazol. Vagy nem tudja a nevemet, baszki tényleg. Csak ismerem. Jó, mindegy. Szóval akkor azt mondja, hogy nincs önnél semmilyen olyan... Nincs, nem régiben jöttem vissza a városba és kórháznál ébredtem. Igazából nem tudom, mi történt. Ó, értem. Akkor a kórházban lehet a papírja. Az lehet, az meg lehet, igen. Amúgy Master Ice vagyok és 1970... Maga a motoros. 9. Így van, vagyok. Ó. Én akkor maga felismertem, felmentem a... Volt már egy közös dolgunk, amikor ugyanis motorral igazoltattuk, és szintén nem volt önnél semmi. Viszont igen. Tartotta a szavát ahhoz, hogy 5 percen belül bemutatta a rendőrségen. Igen, én voltam. Jó. Pontosan. Kérem akkor forduljon a kerítés felé, és akkor jó. Egy gyors ruházatát vizsgálást fogok végrehajtani. Rendben. Jó, innen alulról kezdem a lábszáránál, megnézem az okniánál. Elkezdem végtapogatni a vádlit, lábszárt, combrész. Haladok fölfele a derekánál, nézem a csípőjénél, kiforítom a zsebeit, tapogatom tovább a derekánál, a hóna alatt, végig a karját alulról, felülről az izmaitnál, vállánál, a nyakánál is megnézem a pulcsit. Uh-huh.
Jó, hát a zsebében találtam egy telefont, ezt feltétlenül sem akarom kiverni onnan, úgyhogy azt békén hagyom. Jó, uram, az ismerősével akkor mindenféleképpen menjen vissza majd a kórházhoz, és akkor kérje el az iratait. Rendben. Jó, köszönöm szépen, leteheti a kezét. Jó, köszönöm szépen az együttműködést. Köszönöm. A normális... talán lebetetett dolgot. Bocs, egy kicsit fáradt vagyok. Ó, semmi baj, persze. Itt a gépjármű mellett megvárhatja az ismerősét. Rendben, átnézték a gépjármű? Igen. Már megvan. Oké. Teljesen tiszta volt. Igen, tudom, csak kérdeztem, hogy nem legyen ugye. Cipőmet levegyem esetleg, megnézi azt is. De, ismételje meg. Cipőmet is levegyem, megnézi azt is, hogy nem szükséges. Nem szükséges. Jó, rendben, egy telefont a fal zsebébe, találok egy rádiót itt az övén. Kaját találok itt a zsebébe, illetve pár darab plastik kártyát éreznék itt az egyik ink zsebbe. Jó, rendben, köszönöm szépen az együttműködést. Zárni nincs, mit uram. Köszönjük szépen az együttműködést, tovább szép napot az uraknak. Egy gyors kérdésem lehet. Természetesen. Az volt a probléma, hogy gyanúsan fordultam meg? Hát egy kicsit igen. Igen, éppen alulról nyomdossa a benzint a autó, aztán elfelejtelen, hogy nem tankoltam és azért fordultam meg. De teljesen jogos volt az oltatás, szóval igazából semmi problémám nincsen kivetni ellene, csak elkészítettem a kérdezni, hogy mi volt az indok arra, hogy megálltottad, de teljes mértékben alátámasztam, hogy gyanúsak voltunk, ez teljes való. Jó, rendben, köszönjük szépen az együttműködést, és szép napot az uraknak. Viszlát! Viszlát! Köszönjük! De jó. Még rendesen jó fejek voltak. Ja. Hello Speedy, 21 tovább folytatja a járulózést. 14, LSPD 15, elmegy a önkormányzatra egy úrnak kiváltani a jogosítványát. 14, LSPD 10, folytatja a járra. 14. Nem tudom, ők is túl jó, nem mint jó fejek voltak velünk, nem bántottuk őket, nem is szóltunk be nekik semmi. Érdekes. Igen. Nem tudom, hogy lefigyelted amúgy felülságon a vélemények részt, hát... Olykor. Néhányan mondjuk úgy, hogy teljes mértékben fel vannak háborodva, mivel mi elveg embereket bántalmazunk, de nem tudják, hogy mit miért teszünk. És az az érdekes, hogy az igazoltatott személyek kb. 90%-kal egy rossz szó nincs felé mondva úgy. Hát igen. Hát ez a kis hiszti. Nem is értem amúgy. Az ilyenesek. Ja. LSPD 10, folytatja az járat. 14. Nem tudtam eldönteni, melyik irányba induljak el. Hát amúgy, amelyre akarsz. Hát igen. Na most itt van mellettünk, most balra, ez a szobor. Nem ilyen, mint a volt igen. Azon a kulcson. Emlékszel, hogy valakitől vettünk el kulcsot. És szerintem azon ilyen logó volt, vagy ilyen minta a kulcs lyuk fölött. Úgyhogy szerintem az valami bankkal kapcsolatos kulcs. Mert ugye ez a banknak a logója. Itt van alattunk a bank. Visszamenjünk megnézni a kapitányságon a szépbe, mert ugye ott van a bizonyíték. Nézzük meg!
Nem akarok hülyeséget sem mondani, meg feltételezni valamit, csak... Nekem az ott olyan gyanús az a kulcs. Viszont hogyha... Eléggé meg ezeket a sajátségünket is meg kéne nézni. Engedélyt szeretnék kérni arra, hogy Amy-vel folytassuk a járőrt, mert Delgádóla adja egy kicsit a szolgálatot. Engedély megadva, viszont a páncélozott autót tejétek le és fejezett ki egy jelöletlent. 10-4. Hoppá, a mentős nagyon sietett valahol. Jaja. Illetve azokat a bicskákat is nagyon meg kellene nézni, közben nézem az SMS-t. Volna megültek egy embert, egy fején is fekete gondos. LSPD 15 kinéz a halladóhoz. LSPD. Kikötőben, hát valószínűleg gyilkos ember van. Tiszteltem, urak, meg búcsos rendőrnek szolgálni. Erőtegészséget. Erőtegészséget. Egészségerő. Erő. Ki fogunk tankolni. Majd, ha végeztünk, akkor itt megállunk egyet. Jó. LSPD utány megjelentetett a halleadóhoz. Szükség van még erősítés a vére? Tiszteletem. Lentől lövöldözés volt egy ideje. Lelőttek egy embert, igen, lőttek párat. Egy fehér ruhás is. Az is a mentős is jött. A fekete pulcsi srácnak van pisztolya. Jó. Járőr. Ajjaj, nálam bajok vannak. 10-4. Delgád egy kis időre adja a szolgálatot. Pihenés jót. Jó pihenés. Jó pihenés. Elnézett minket a egyik páncélos, amikor kérem rádiózzal, most nem megyünk a legegyszer ezen. Épp a barátomtól tudjuk. Hát, ha te elindítasz egyet, akkor lesz, és jól kellett. Kérem. Nem hazudom. Be van zárva, uram. Most már, hogy ne igaz. Környezem meg. Jó. Nem? Egyébként nem van szabad pozitív. És most sikerült. Megengedik, hogy oda megyek a barátomhoz? Persze, nyugodtan. Nagyon szépen köszönöm. Hol volt itt lövöldözés? Fogalmam sincs, biztos úr, én már akkor értem ide, amikor a mentőautó is ideért, már akkor feküdt az a ember ott a földön. Nem tudom semmit a lövöldözésről. A mentőautó. Hát én ezt nem hiszem el. Na, mi történt? Ilyet egyedül jött. Fogták az autómat, és itt van jelenleg. Oké. Okay. Nem tudjuk. Itt volt egy feküdt, itt egy halott, és hallottak szóval... valami lövöldözést. Valószínűleg lelőtték, nem tudom. Gyorsan az eset táskámból kiveszek egy kis batarint. Elkezdem lefertőtlenül a lábát, ez egy picit csípni fogja. Rendben, most akkor fertőtlenítettem. Ott a GTO. Kapott rendőrök a vizérsetnél tudták volt? Igen. Jó, azzal nem kell foglalkozni. És egy rendőrség, ez valahogy lehet. Valamit itt érzékelek. Az az én autóm volt, kedves uram. Igen, azt tudjuk csak. Hello, 202-es kilépett RP alatt. Ó, baszki. Picit arrébb megyek, mert... sokan vagyunk itt. Akkor meg vagyok. Aha. Igen, ezt lehet jelentkezni. Hát, hogyha nem. Majd lesz jelentkezés, majd akkor... Majd lesz, akkor igen. Akkor igen. Moszkó, nem hiszem el. Na. Figyújtsak. És ugye itt van az Audi, mások vezetik. Te láttad, nem? Hogy ugye az a lila kabátos szállt ki belőle. Biztos úr, itt a fehér, ez itt a fehér pulóveres is alá festette, hogy... I've been trying not to go off the deep end.
I don't think you wanna give me. I've been trying my